Üdvözlök mindenkit a Videodrone Filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a csillagszületikről. A videó apropója pedig az, hogy a film február 20-án megjelenik DVD-n, Blu-rain, illetve 4K-s Blu-rain a ProVideo gondozásában. Nézzük először is azt, hogy eddig milyen csillagszületik filmek jelentek meg. Az első címe: Új csillagszületett, és 1937-ben jelent meg a mozikban. Ezt a filmet 7 Oscar díjra jelölték, és egyet nyert meg. Majd jött az első remék 1954-ben Csillagszületik címmel Judy garland a főszerepben. Az alkotást 6 Oscar díjra jelölték, de egyet sem kapott meg. Ezután következett az 1976-os Barbara Streisand remake. A filmet 4 Oscar díjra jelölték, és egyet nyert meg. Apró érdekesség, hogy a filmet az 1977-es Golden Globe-on vígjáték, illetve musical kategóriába sorolták. Ami egy picit azért meglepő, mert a 2018-as változat, ugye a harmadik rímék, leginkább a 76-os filmet veszi alapul, de ezt a Golden Globe jelölések során dráma kategóriába sorolták. Lady Gaga pont annyi idős volt, mint Judy Garland, amikor eljátszotta a csillagszületik adott verziójának főszerepét. Bradley Cooper a filmhez rögzített egy koncertjelenetet a Glastonbury Fesztiválon Chris Christopherson koncertje előtt. Ebben az az érdekes, hogy a 76-os változatban Chris Christopherson volt a férfi főszereplő. Az eddigi változatokban a férfi főszereplőt mindig Normannek hívták, illetve a 76-os változatban John Normannek. A női főszereplő neve pedig mindig Esther volt. Az eddigi verziókban mindig eltérő volt a befejezés a férfi főszereplő halálát illetően. A 2018-as film forgatókönyvének írása során ezek a lehetőségek mind felmerültek, de végül is úgy döntöttek, hogy egy komplett más befejezést találnak ki. Az eredeti tervek szerint a főszereplő színészek a koncertfelvételek során tátogtak volna. Végül Lady Gaga ragaszkodott ahhoz, hogy mindenképpen énekeljenek, ugyanis nem csak a szájmozgás számít, hanem a torokmozgás is, így a nézők kiszúrhatták volna a tátogást. Ugyan Bradley Cooper belement, de emiatt még egy csomó énekleckét kellett vennie. Jackson egyik élő fellépésénél a tömegben láthatunk egy csomó nemzeti zászlót. Ezek között van egy, ami nem egy nemzeti elképe, hanem David Bowie utolsó albumának borítója. Aznap, amikor azt a jelenetet vették fel, amikor Ellie énekli az I Will Never Love Again című számot, akkor halt meg Lady Gaga barátnője Szonya, aki rákos beteg volt. Még a felvételek előtt felhívta Szonya férje, Lédigaga ott is hagyta a szettet, de már nem ért oda időben. Ezután visszament a forgatásra, hogy rögzítsék a jelenetet. Bradley Cooper azt mondta, hogy nem muszáj ma felvenni a jelenetet, el lehet halasztani. Végül Lédigaga mégis megcsinálta, és elsőre sikerült is. Ezután még többször felvették a jelenetet, az énekesnő szólt a rendezőnek, hogy akkor érzi jól magát, hogyha énekelhet. Később úgy nyilatkozott Lady Gaga, hogy azon a napon sikerült magából kiénekelnie a fájdalmát. Bradley Coopernek szintén voltak alkohol, illetve drog problémái. Erről beszélt is a Csillag születik sajtóturnéján. Azt is hozzátette, hogy a józanság mentette meg az életét, illetve karrierjét. A felvételek előtt Bradley Cooper minden nap lefújták barnítóval, illetve a szemek emiatt a szeme bevérzett, és úgy nézett ki, mintha drog, illetve alkohol hatása alatt lenne. Bradley Cooper egy interjúban nyilatkozta, hogy amikor elkezdte a filmet tervezni, akkor nem gondolta volna, de végül is a legnehezebb része az volt, hogy megtanuljon énekelni. Lady Gaga a felvételek során nem használ sminket, csak szájfényt, illetve arckrémet. Amikor Eli ajándékoz egy kutyát Jacksonnak, az valójában Bradley Cooper saját kutyája, Charlie. Bradley Cooper akkor kezdte el tervezni a Csillagszületik rímékelését, amikor főszereplő, illetve producer volt az amerikai Mesterlövészen, amit Clint Eastwood rendezett. Később egy interjúban felfedte, hogy mindig is rendező szeretett volna lenni, először nem is gondolt a színészetre. Amikor elkezdett foglalkozni a projekttel, de még nem volt biztos, hogy ő fogja rendezni, akkor felmerült Clint Eastwood, illetve Steven Spielberg neve is. Végül Bradley Cooper úgy döntött, hogy szeretné ő rendezni, és a Warner rábólintott. Mikor elkészült a film végső vágása, még a filmfesztiválok előtt Bradley Cooper elvitte Lady gaga hogy nézze meg. Később az énekesnő egy interjúban bevallotta, hogy az elejétől kezdve végig sírta az egész filmet. Azt is hozzátette, hogy körülbelül ötödik nézés után tudott rá úgy tekinteni, mint egy néző. Lady Gaga felfedte egy interjúban, hogy amikor befejezték a forgatást, minél gyorsabban szeretett volna megszabadulni Eli karakterétől. Ezért első lépésként azonnal kiszökítette a haját azt is hozzátette, hogy túl mély érzelmi hatással volt rá a film, ezért szeretett volna gyorsan szabadulni a karaktertől. Eli egyik koncert fellépését a Coachella Fesztiválon rögzítették 2017-ben. Itt előre meghirdették, hogy fel fog lépni Lady Gaga, és 10 dollárt kellett azért fizetni, hogy valaki részt vessen a koncerten. Még a felvételek előtt a jegyvásárlóknak le kellett adniuk a mobiljukat, hogy ne tudjanak felvételek kiszivárogni az eseményről. Konkrétan, amikor a filmhez szükséges jeleneteket rögzítették, akkor nem volt bekapcsolva a Lady Gaga mikrofonja, illetve nem volt kihangosítva. Ennek köszönhetően ekkor csak a közönség első három sora hallotta, hogy mit énekel. A szettesek készítettek egy csomó Eli plakátot, és telepakolták vele a Coachella Fesztivál azon helyszínét, ahol a felvételek zajlódtak. Lady Gaga egy bosztoni fellépése során megkérték a közönséget, hogy skandálják azt, hogy Eli, majd ezt felvették és felhasználták a filmben. Bradley Cooper a szerep kedvéért megtanult gitározni, mégpedig Lucas nelson aki a híres country énekes Willie Nelson fia. Emellett Lucas Nelson tanította a színészt a színpadi kiállásra, illetve a country hangra. A filmben a Bradley Cooper mögött látható zenekar az Lucas Nelson valódi zenekara. Bradley Cooper a Desert Trip Fesztiválon látta Lucas nelson fellépni, és ezután kérte meg, hogy segítsen neki a film munkálatai során. Az énekes ezután írt pár dalt, amit elküldtek a producereknek, majd találkozott Lady Gaga-val is. Vele is írtak dalokat, sőt Nelson 2017-es albumán Lady Gaga vokálozik két nótában. A csillagszületik album 2018. október 5-én jelent meg. Ezen 19 zenei trekket és 15 dialógus trekket hallhatunk. Azt, hogy dialógus is legyen a lemezen Lady Gaga javasolta, ugyanis véleménye szerint így olyan végighallgatni a filmzene albumot, mint hogyha néznénk a mozit, illetve egy utazáson vennénk részt. A filmet nem kronológiai sorrendben vették fel. Ennek köszönhetően Lady Gaga haját állandóan össze-vissza kellett festeni. Az énekesnő alaphajszínét tekintve barna, de a felvételek során volt, amikor szőke, volt, amikor másik barna, és volt, amikor narancssárga hajjal kellett megjelennie. Ez tovább nehezítette az is, hogy Lady Gaga-nak voltak koncertjei a film munkálatai során, amihez szőkére kellett festeni a haját. Így tulajdonképpen alaphajszínével sem nagyon tudott játszani a filmben, hiszen legtöbbször szőkén érkezett a forgatásra, és többször barnára kellett festeni. Maga az egész procedúra annyira megviselte az énekesnő haját, hogy a végén már voltak olyan jelenetek, melyek felvételéhez parókát kellett viselnie. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a csillagszületikről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. Ha pedig felkeltette a csillagszületik az érdeklődésedet, akkor a provideo.hu-n meg tudod vásárolni DVD-n, Blu-ray-n, illetve 4K-s Blu-ray-n. A videó alatt a leírásban találhatsz egy közvetlen linket a webshophoz Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!